vážení rodičia, kolegovia, všetci prítomní. Dovoľte mi, aby som vás srdečne privítal na slávnostnom otvorení výstavy absolventov výtvarného odboru Základnej umeleckej školy Ferenca Liszta. Medzi najvýznamnejšie udalosti života našej školy nepochybne patrí predstavenie sa absolventov pred verejnosťou. Pre hudobníkov je to absolventský koncert, ktorý sa už uskutočnil minulý týždeň v piatok. Pre našich výtvarníkov je to predstavenie svojich najlepších prác v Mestskej galérii Julusa Bartu. Hľadiac na vystavené práce, tvorby, s radosťou konštatujem, že počas štúdia na našej škole ste vykonali systematickú, svedomitú prácu pod vedením vašich pedagógov Anny Kaplánovej, Teodóry Sekrieneši a Zuzany Farabovej. Som presvedčený, že všetci prítomní so mnou súhlasia. Vaša vytrvalosť a usilovnosť nebola márna. A teraz nejde len o krásne obrazy vytvorené najrôznejšími technikami. Vy ste sa postupne zmenili na ľudí, ktorí si cenia výtvarné umenie, rozumejú umeniu a sú schopní prostredníctvom výtvarného umenia vyjadriť vlastné pocity, zobraziť subjektívne chápanie okolitého sveta. Dokážete nájsť krásu okolo vás aj v obyčajných veciach, ktorý si väčšina ľudí ani nevšimne. A práve toto pokladám za najväčší prínos vzdelávania sa na výtvarnom odbore umeleckej školy. Milí absolventi, niektorí z vás pokračujete v štúdiu u nás ako žiaci druhého stupňa, niektorí zas opúšťate našu inštitúciu a pokračujete v štúdiu na rôznych stredných školách, niektorí na školách s výtvarným zameraním. Rád by som vám teraz poďakoval za vašu aktívnu činnosť na našej škole, za účasť na rôznych výtvarných súťažiach, výstavách. Chcel by som poďakovať aj vašim rodičom, ktorí vás trpezlivo a s láskou podporovali vo vašom doterajšom štúdiu. Na záver, milí mladí výtvarníci, mi dovolte jednu myšlienku ako dobrú radu do budúcnosti. Nenechajte sa príliš ovplyvniť názormi iných ani vo vašej výtvarnej tvorbe. Prehlušili by váš vnútorný hlas. Dôležité je nájsť v sebe odvahu, nasledovať srdce a vlastnú intuíciu. Oni totiž už dopredu vedia, čím sa skutočne chcete stať. Všetko ostatné je druhoradé. Vážení prítomní, tento krásny výber prác určite vyvolá v tu prítomných príjemný umelecký zážitok. Nič iné mi neostáva, len otvoriť výstavu a zagratulovať každému z vás, samozrejme aj rodičom a vašim pedagógom, veď všetci môžu byť právom hrdí na svoje deti, na svojich žiakov. Kedves rizős diákok, tisztelt szülők, jelenlévők, vendégeim. Szeretettel köszöntök mindenkit a Liszt-Ferenc Művészeti Alapiskola rajztagozatos végzős növendékeinek ünnepélyes kiállítás megnyitóján is. Iskolánk életének legjelentősebb eseményei közé tartoznak végzős növendékeink nyilvánosság előtti bemutatkozásai. Képzőművészeink számára ezt a Városi Galériában rendezett kiállítás jelenti. A körülöttünk lévő különböző technikákkal készült munkák arról tanúskodnak, hogy az elmúlt évek során komoly, becsületes munkát végeztetek tanáraitok segítségével, és fokozatosan váltatok olyan emberekké, akik nem csak értékelik és értik a művészetet, de az aktív alkotást is életük részének tartják. A kiállított munkákat szemlélve bátran kijelentem, nem volt hiába való a kitartás, a szorgalom. Nektek már kifinomult ízlésetek van, más a világ dolgaihoz való viszonyatok, és valójában ez az itt eltöltött évek legnagyobb hozadéka. Kedves végzősök, néhányan folytatjátok tanulmányaitokat nálunk, mint a második fokozat diákjai, többen azonban végleg búcsút mondatok intézményünknek. Ezért szeretném kihasználni a lehetőséget, hogy megköszönjem aktív tevékenységeteket nálunk, a különböző versenyeket, kiállításokon való részvétel. Ez a csodálatos válogatás legszebb munkáitokból minden bizonnyal kellemes művészi élményt vált ki a jelenlévőkben. Szeretnék most szívből gratulálni minden végzősünknek,
és természetesen a szülőknek is, akik méltán lehetnek büszkék gyermekeikre, és a pedagógusoknak, akik növendékeikre büszkékedhetnek ma. Ne felejtjétek, a festészet nem más, mint költészet a szín és vonal segítségével. Ha nem is írtok verseket, ez a kettő nem zárja ki egymást. A képzőművészeti alkotás örömének élménye remélhetőleg elkísér egész életetekben. Engedjék meg, hogy mindannyiunk nevében megköszönjem tanáraink kedves munkáját, segítségét, de főként türelmét. Megtanították nekünk, hogyan használjuk kiadottságainkat, és hogyan tudjuk fejleszteni azokat. Nem felejthetjük el szüleink iránti hálánkat sem, hisz nélkülük mindez meg sem valósulhatott volna. Most itt állunk, büszkén mindazért, amit megtanulhattunk és alkothattunk. Tudom, az iskola életében ez egy visszatérő, de számomra különleges, egyszeri alkalom. Köszönjük azt a sok jót, amit az élet során kaptunk, és amelyek életünk során bármikor hasznunkra válhatnak. Dovolte, aby som menej svojom a menej svojich spolužiakov podiakoval našim učiteľom za vytrvalú prácu, obetavosť a ochotu. Rovnako ako oni, i my sme od začiatku školského roka očakávali tento okamih, ktorý prichádza v živote školy každý rok, v našom živote však nastane naraz. A takto teraz stojíme pred svojimi prácami, predstavujeme sa nimi nám i návštevníkom galérie. Vďaka tiež patrí našim učiteľom za trpezlivosť pri neľahkej práci s nami, za to, že nás vyviedli v prvých chvíľach, naučili nás, čo je umenie a cit pre krásu. Budeme sa snažiť ďalej rozvíjať to, čo nás po roky učili. Vážení hostia, milí rodičia, srdečne vás vítam na dnešnej absolventskej výstave. Chcem vám predstaviť svojich absolventov, s ktorými som veľmi rada spolupracovala a dúfam, že im ostane na naše spoločné hodiny pekné spomienky. Kedve szülők, tisztelt vendégek, engedjék meg, hogy bemutassanak meg a vétős nevendékeimet, akikkel sok kellemes órát töltöttem el a néhány év alatt. A képzőművészeti tagozat első fokozatán vétős nevendékem elsőként Napfó Anikót szeretném bemutatni. Alkotásai a realista festészet elmeit tükrözi, a színek és fények tökéletes összhangja bizonyítják tehetségét. Szívesen együz az apró részletek kidolgozásával, ceruzarajzai kifinomultak. Többször képviselte iskolánkat különböző képzőművészeti versenyeken. Vince Virág. Rajzolni és festeni egyaránt szeret, munkáin aprólékosan kidolgozottak és letisztultak. Festészetét a könnyed ecsetkezelés és a meleg színnek jellemzi. Stílusa meglepően egyéni és figyelemre méltó. Vince Melinda Erzsébet. Az alkotás számára különösen nagy öröm. Erzsébet egy érzékeny lelkű ember, amit érzékelhetünk alkotásaink. Kifinomult a színérzéke és sajátos a stílusa. Otthonosan mozog a különböző zsánerekben és technikákban. Sikeres résztvevője volt nem egy nemzetközi képzőművészeti pályázatokon is. Dovolte mi, aby som predstavila absolventku prvého stupňa, Katarínu Molnárovú. Katka je tichá, jemná vlastným videním sveta. Svoju dušu nám otvára vo svojich prác. Jej dielách sa odzrkadľujú prvky realizmu a secesie. Reprezentovala našu školu v niektorých výtvarných súťažiach. A predstavím vám absolventku druhého stupňa, Jessiku Miriam Rácovú. Jessica je
umelecká osobnosť, čo sa odráža a jej práca. Rada kreslí, maluje portréty, krajinky, ktoré vypracuje do detailov. Má dobrú fantáziu aj pre dekoratívnu formu. Jej talent potvrdzuje dokonalý súlad svetla a farieb. A nakoniec by som vám chcela predstaviť Briana Wintera. Je absolventom druhého stupňa. Má veľký cit pre farbu aj pre kreslu ceruskou. Jeho zátišia a portréty odzrkadľujú prvky realistickej kresby. Dokonalá súhra svetla a tieňa poukazuje na umelecké nadanie. Prajem všetkým príjemný umelecký zážitok a spoločnosti obrazov a šikere šmunkaj toho z gratulálov i škytár tá škývan o toho bytomu máme. Érdeklődéses sok oldalú, mindenféle technikai, sokféle témai ötletenek végkerülte, soha nem mondott nemet, mindent türelmesen kipróbáltál sajátítani. Tavaly sikerrel járt a felvételi vizsgákon képzelő összeti képességeivel, bár más iskolán folytatta tanulmányait, rajztagozatú iskolánkon viszont nem szakítottam őt abszolút. A további tanulmányait sok sikert kívánok! Kedves vendégeink, kedves tanítványai! 8 tanítványom van, egy összeszokott kis csapatot mutatok be, akik szeretnek együtt alkotni, ragaszkodnak egymáshoz, hiányoztak egymásnak, amikor nem tudtak jönni az órára, és most nekem is hiányozni fognak a jókedvű vidám rajzórákról, aminek hátterében szorgalmas tanulás és munka folyt, de nem hiányzott a munka és kacagás, a zenei aláfestés, és néha még a Szent Johanna gimi következő izgalmas fejezete is sem. Remélem, közülük többen döntenek majd úgy, hogy folytatják tanulmányaikat iskolánban, és továbbra is találkozhatunk majd. Milomá Margarita, Grégory. Egyszer viccesen művész álnevet is kapott az egyik rajzórán, Elvéka néven. Elvéka után szabadon. Nemrég került a kezembe egy naptár, amit még 2010-es évben állított össze a Tomázi Teleki Vatau Művészeti Iskola egy rajzpályázat nyertes alkotásaiból. Gréti Éva a címoldalon. Légy önmagad! Volt a verseny és a naptár címe is. Több tanítványok munkája méltán szerepelt ebben a naptárban. Már akkor kitűnt Gréti vidám alkotókedve és önálló egyéni látásmódja, ami mára-már egy már-már kiforrott, a modern művészetek iránt nyitott egyéniségé vált. Gréti vagány kis csaj, aki mindent mérlegel, mielőtt befogadja, szívesen ismerkedik minden újat. Kedvence a pop art és a szürrealizmus, ugyanakkor nagyon szereti a régieket is. Férfi és női arc tanulmányaiban, montás formájában is kifejezővé válik, hogyan fér meg Leonardo da Vinci, Andy Warhol-nal, Picasso-val, Vincent van Gogh-val, Botticelli Salvador Dalival, Banksy-vel, Paul Klee-vel. De nem csak a modern művészeteket műveli és szereti, a festészeti és rajztechnikák alapjait is becsülettel elsajátította. Ceruzarajzai nagyon kidolgozottak, szinte érezni a drapéria puhaságát, a tárgyak térbeliségét, ceruzakezelésében leveletnyi árnyalat különbségeket látni. A képzőművészet iránti elkötelezettségéről tanúskodik az a tény is, hogy két művészeti szakközépiskolába is jelentkezett, illusztrátor, illetve reklámművészet szakra, mindkét felvételére büszke lehet, hisz a harmadik helyen szerepelt a listán. De ő a nyitrai magánművészeti szakközépiskola mellett döntött. Sok sikert kívánok a további tanulmányaikhoz, légy önmagad! Matus Barbara Éva. Sokoldalú tehetség, hiszen idén végez zongora szakon is. Nemrég volt az abszolvens koncertje. Jelenleg a Párkányi Magyar Tanyelvű Gimnázium tanulója, de nem sajnálta az időt, hogy rengeteg tanulnivalója mellett kicsit képzőművészkedjen is a zenei tanulmányai mellett.
Barbie nagyon érzékeny lelkű lány. Ceruza rajzaiban precíz, kifinomult vonalak láthatók, tónus fokozatok is erőtonoskodnak, festményei finom pasztellárnyalatokban gazdagok. Temperával, akvillal és olajfestékkel is otthonosan bánik. Témaválasztásában az állatok, főleg a lovak és a természet, illetve a táj iránti szeretet is megnyilvánul. Pál László őszi tájja is ezért illette meg, és talán a pipacsok tavaszt kiáltó harsány lángolása is. Anton Pierk holland festő meseszerű illusztrációja alapján készült parafrázisában az akvarellel is megpróbálkozott szép eredménnyel. Sámson Fanni. Éve jelentkezett iskolánkból, Barbika barátnőjét követve, mondhatni, az élet adta szerencsétlennek is mondható véletlennek köszönhetően döntött úr, hogy sikeresnek ígérkező úszókarrierét felcserélje a képnőművészettel. Személy szerint nagyon örülök ennek a döntésnek, hiszen sok örömteli órát eredményezett. Különböző képnőművészeti technikákkal ismerkedhetett meg, de a kedvenc mégis a festészet maradhat. Üde, vidám, színárnyalatai visszaidézik számunkra a nyári napsütést, a napraforgó szikmainak hajladozását a szélben. Fanni nagyon találékony, nyitott az újításokra, dínyertes cipőképe, gazdag textúrájával, megnyerte a Párkány Paletta szakavatott zsűriének tetszését is. Egyik kedvenc festője Picasso. Lány galambbal, parafrázisában a madarak iránt a szeretetet fedezik fel. Szénrajzában a tónusozás finomsága a mai modern szóhasználatban 3D-s térbeli hatást él fel. Macsis Stefánia. Ő is külön díjat nyert az említett Komázi rajzpályázaton, és utána több versenyen is szerepelt. Tehetségéről tanúskodik, hogy a Zólyomi Művészeti Szakközépiskola reklámművészet szakos diákja idén ősztől. Akvarell technikával készült, réges tájképeik, madaras festménye az akvarell technika titkainak ismeretéről tanúskodik. Pasztel rajzzal készült pipacsai bizonyítják, hogy sok technikát kipróbált, szeret festeni, otthon az akril, a tempera és az olajfestésben is, de saját bevallása szerint inkább rajzolni szeret. Ceruza rajzában, az amelyben a tónusozásában igyekezett térbeli hatást kelteni, a klasszikus formákat visszatükrözni. Nikoleta Holokova. Tavaly sikeres felvételt nyert a Lévai Ludovit Bielik Művészeti Szakközépiskola grafikai dizájnművészet szakára, jelenleg első éves. Niki inkább grafikus alkat. A ceruza rajzot helyezi előtérbe, bár egy-két festményét látva nagyon gazdag színskálát láthatunk. Tiszta színárnyalatokat. Niki is gondolatokat akar közölni műveivel, a szív és idő kapcsolata elgondolkodtató mai rohanó világunkban. A sárkányok és sellők a mesék a misztikum iránti vonzódását tükrözik. Ő is inkább rajzolni szeret, ceruza rajzai jól kidolgozottak, rajztechnikája alapos, Iris feldolgozása egyedi, akvarellje finom tónusokban gazdag. Sokoláster. Töretlen szorgalommal, gazdag fantáziavilággal és témaválasztással készült erre a kiállításra. Olaj, akrilfestményei szépen kidolgozottak, színárnyalatai meseszerű világot idéznek. Romantikus mese illusztrációja, textúrában gazdag tusrajza, ügyes eszköz használatról tanúskodik. Kissé romantikus és álomszerű, misztikus hangulatú tájképe, színválasztása is a valóságon túlmutató, képzeletbeli világot tükröz. Csendéletei a virágok hű tanulmányozásáról és egyedi átdolgozásáról árulkodnak, puha ecsetvonásai, lágy árnyalatai, valóságossá, megfoghatóvá teszi a témáit. A Komárom gimnáziumban folytatja tanulmányait, mint utóbb kiderült, az osztályfőnöke rajzszakos tanár, úgyhogy nem annyira a rajzolás tovább sem reméljük. Margaréka Eszter. Nagyon szorgalmas, kitartó diák. Idén már a Komáromi gimnázium első éves tanulója. Sokszínű gondolatvilága, kedves, szerethető témaválasztása, a séta az esőben és a kedvenc kis mozgó technikában jártas,
szépen kezeli a ceruzáját, finom struktúrával, lehelet finom ágyalatokban gazdag festményei vonzóak a szemben. Ceruza tanulmányai hűen próbálják tükrözni a valóságot, a formák, a vetett és önárnyékok, tónus fokozatok gazdag skálájával. Lavírozottos rajza igen gazdag textúrákban. Nyitrai Norbert. Norbi Pátor, karakteres színhasználat, gazdag színskála, erőteljes expresszív kifejezés mód jellemzi. Szimbolista és kicsit expresszionista színválasztása, dekoratív téma megfogalmazása, fantáziadós gondolkodásra val. Virágcsendélete kellemes látványból. Ő is sokféle technikával, ceruzarajzzal, akvarelfestménnyel, akrélfestménnyel és olajfestménnyel készült erre a kiállításra szorgalmasan. Kitartása, töretlen igyekezete, példamutató. Csendéletei, dekoratív festményei, tanulmányrajzai és tájképei láthatók ma itt. Fogadják szeretettel! Mili studenti, vážení učitelia, milí hostia. Srdečne vás vítam na tejto krásnej slávnosti. Výstavná sála je dnes naozaj mimoriadne krásna, pretože každé umelecké dielo bolo vytvorené telom i dušou a ich tvorcami sú naši žiaci, teraz už absolventi umeleckej školy. Drahí študenti, zo srdca vám blahoželám, že ste mali toľko sily, vytrvalosti a usilovnosti a vo voľnom čase ste sa venovali umeniu. Vaše obrazy hovoria o tom, čo prežívate, kto ste, po čom túžite. Veľká vďaka patrí aj vašim rodičom, učiteľom a príbuzným, ktorí vám pomohli dosiahnuť vaše ciele. Človek sa zaoberá v živote mnohými vecami. Môže byť vedcom, umelcom alebo robotníkom. V okamihu, keď chce vytvárať hodnoty, stane sa čarodejníkom. A vy ste sa stali našimi mladými umelcami, čarodejníkmi, sme veľmi hrdí na vás. Mene rodičovského združenia vám prajem veľa úspechov do života, nech umenie, tanec a hudba ostane aj naďalej súčasťou vašho každodenného života. Kedvesvék zős diákov, tisztelt tanárikkal, kedves vendégek! Szeretettel köszöntök mindenkit, aki megjelent ezen a szép ünnepen. Ahogy körbenézünk a teremben, szemnél szebb alkotásokban gyönyörködhetünk. A kiállítás minden egyes darabja szívvel, lélekkel készült, és mivel maguk az alkotók mindig állnak mellettünk, sokkal emberibb és értékesebb, mint bármelyik más híres galériában bemutatott alkotás. Kedves diákok, szívből gratulálok nektek, hogy volt bennetek elegendő erő, kitartás és szorgalom, hogy idáig eljutottatok. Szüleitek, rokonaitok, tanáraitok, ismerőseitek mind segítettek, segítenek és segíteni is fognak céljaitok elérésében. Minden jelenlévő kapcsolódik hozzátok, és számukra fontos, hogy a ti életetek elképzeléseitekhez méltóan alakuljon. Mindegy, hogy az életben mivel foglalkozik az ember, lehet tudós, művész vagy kétkezi munkás, abban a pillanatban, ahogy értéket akar teremteni, varázslóvá kell válnia. Ti mindannyian azok vagytok, és méltán lehetünk büszkék rátok. A szülői munkaközösség nevében kívánok nektek sikeres életutat, legyetek ugyanilyen kreatívak, mint amilyenek eddig voltatok, és ha csak időtök engedi, töltsétek alkotással, legyen az akár a képzőművészet, a tánc vagy a zene. Kosszolányi Dezső szavait idézve pedig fogadjátok szeretettel jó kívánságomat, de azt akarom, tisztán és fehéren, legyetek bígak és bársonyvajárok, a kezetekben egy nagy aranyére, és hódítsátok meg az egész világot.